amikor egy anya leül velem szembe, és azt mondja, hogy legyetek szívesek, vitessétek el a saját gyerekemet a börtönbe, mert nem bírjuk vele tovább otthon. Rettegek, félek, hogy mi lesz a gyerekemmel, hogyan tovább. Az egész életem értelme az egy fiam. Nem is tudom, hogy lépett ebbe bele. Mindig odafigyeltem a gyerekemre, de mégis kicsúszott a kezem ügyéből. Aki fogyasztja, az megoldja, akár betörések, lopások ára. Több millió forintot arra költött, hogy ő neki meglegyen ez a bizonyos szere. A dílás sincs teljesen tisztában, hogy mit és milyen erősségű szert adott el. Minden bokorba benéztem, hogy hol van a gyerekem, mentem a drogárusokhoz. Az anya, ahol szerhasználó, ott már maga az újszülött is függőként jön a világra. Hogy tudunk-e ettől menekülni? Szerintem soha. Barna őrs, erk, almajugra, karácsond, kerecsend, a designer drogok, annak megjelenése, abból eredő szövődmények miatt érhetetlenné váltak. Szülők, tenni akarók, bátrak, itt az idő, hogy kimondjuk végre, hogy elég volt, és ne tovább. De egy dolgot meg kell, hogy értsetek, egyedül ez nem megy. Surányi Gábor, pszichiáter. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Számos településen látom a designer drog megjelenését, és azt szeretném tőled megkérdezni, hogy szakmai szempontból miért különösen problémásak a designer drogok? Tudjuk azt, hogy az alapanyag az Kínából származik, majd idejön Magyarország, az különböző mérgekkel vegyítik fel, szóval ez öl, butít és nyomorba dönt. Ugye a designer drogot azt értjük, hogy meglévő illegális kábítószereket módosítanak, azoknak a kémiai szerkezetét módosítják, ez pont elég arra, hogy már nem minősüljön illegálisnak az adott szer. A szerkezeti módosítás az csekély, de hatásában és erősségében is nagyon nagy különbségek lehetnek. Te, mint szociálpedagógus, mesélj kérlek, hogy mennyire van jelen a családoknál? Sajnos az utóbbi két évben azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon rohamosan elterjedt a szerhasználóknak a száma. Nem győztük kapkodni a fejünket, hogy ez is az, ebben a családban is élnek szerhasználók. A környezetüket ezek a szerfogyasztó fiatalok, nem fiatalok, ezek felemésztik. Mit láttál a fiadon viselkedésén, mi változott? Nem húzóckodott már hozzánk, nem nézett a szemünkbe, amikor kérdeztünk tőle valamit. Folyamatosan hazugságokon kaptuk. Eleinte azt vettem észre, hogy ugye dolgozott a gyerek, megcsináltam a szendvicset és sorba hozta haza. És egyszer csak azt veszem észre, hogy a gyerek egyre jobban fogy. Apa meg anya azok voltak a rossz emberek, akik megadtak neki mindent. Az arcuk megvékonyodik, tekintetükben nincs semmi, csak az üresség. Észrevettem, hogy csapkodja jobban az ajtót, meg olyan morgósabb lett. Törnek, vágnak, zúznak, a saját anyjuk is fél tőle, mert mindenre képesek lennének, hogy megszerezzék a pénzt a szerekre. Ez különben kristály, egy ilyen szintetikus anyag, amin olcsón hozzájutnak a gyerekek. Herbál biofű alatt egy 100-200 különböző vegyületet értünk. Ezek a természetes kannabisznak az analógiai, de van néhány óriási különbség. A hatás az akár 20-30-szor erősebb is lehet eleve, mint a kannabisznál. És ezáltal a függőség sokkal hamarabb és sokkal erősebben alakul ki. Túl lehet alagolni a szert, akár egy-egy használattal is. Tehát meg lehet halni tőle. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a elosztó dílerhez fehér por formájában érkezik meg ez a méreg, amit egy oldószerben először felold. Egy asztalra kirak, kiterít, megpróbálja minél egyenletesebben befújni ezzel a folyadékkal. Ebből következően lehetséges, hogy egy dózis, ami mondjuk itt volt az asztalon, ott valamennyi anyag van benne, egy bizonyos koncentráció, és máshol meg 200-szor annyi. Tehát magyarul, amikor a dealer ezt eladja a fogyasztónak, és az egyik alig érez valamilyen hatást, a másik fogyasztó meg akár belehal. Függő lett a gyerekem. Amikor ránézek, a szívem szakad, mert ugye megszültem én ezt a gyereket. Okos, értelmes gyerek volt. Jó tanuló. A tanárok szóltak megint. De akkor már be se járt iskolába. Csak elkérte a pénzeket. Volt, amikor 2-3 napig nem fürödtem, mert amikor fürödni akartam.
akkor szaladt ki a gyerek, és akkor én szaladtam utána. És most én ezt nem szégyellem, mert ez nagyon fájdalmas dolog. Mennyire nagy probléma ez nektek helyi lakosként? Hogy élitek meg? Hosszú évtizedeken keresztül békességben éltek az emberek. Még véletlenül is merült fel, hogy ilyen majd létezik, majd, hogy droggal mi találkozunk. Volt egy-két ember, aki ezt behozta, és onnantól elég sok ember belebírtak vinni. Ezáltal, hogy most a szegényebb réteg is kapcsolatba kerülhetett ezekkel a dolgokkal, így sajnos nagyon elszaporodott, és óriási társadalmi negatív hatásai vannak ennek a dolognak. Az a fogyasztó, aki rászokik a kábítószerre, az utána, amikor megszerezze azt a fajta pénzt, amikor már családtagjaitól nem tudja elvenni, akkor megpróbálja mindenképpen megszerezni. Szerintem minden napra jut minimum 2-3-4-5 betűs. Ellopta a húst a ládából, nemrégen egy 35.000 forintos fejszét, 5.000 forintért adott el. Persze volt úgy, hogy a ruháit is eladta már. Ruha nélkül volt. És egyszer csak azt vettünk észre, hogy már nincs pénz, és amit dolgozott, azt mind arra vitte a drogárosokhoz. Teljesen arra koncentrál rá a gondolkodása, hogy beszerezze az adott szert, hogy azt a jó érzést megkapja. Akár tényleg, ahogy mondod, egész éjszaka kattog, és akár hajnali 3-kor mégiscsak föl kell lemenni az utcára, és elmenni akár a város másik végére, csak hogy beszerezze az adagját. Szerinted miért van az, hogy ennyi fiatal nyúl ezekhez a pusztítószerekhez? Nincs a gyerekeknek olyan szórakozási lehetőségük, ahol egy kicsit tudnának ezek a gyerekek lazítani. Ezek a szabadidős programok hiányoznak a gyerekeknek. Nem tudnak egymással beszélgetni. Ugye a Covid óta nagyon leépültek ezek a közösségi összejövetelek. Megfelelni a baráti körnek, ne legyek kitaszítva egy-egy baráti közösségből, tartozzak valakihez. Próbáltál segítséget keresni az elmúlt időszakban, hogy aki esetleg tudott volna neked segíteni abban, hogy helyre jöjjön az életed? Persze, próbáltam és tettem is érte, nem is kicsit, de siketfülekre talált az egész. Nem segített senki sem. Fordulhatnék én bárhová, úgyse fog tenni senki se, semmit sem. Ezért vagyok ma itt, hogy végre a hangjukat eljuttassam a Magyarországgyűlésbe. Ezrek fognak kivonulni az utcákra, mert nincs más választásunk. Azonnali eredményeket akarunk. Azonnali intézkedéseket akarunk. Nem holnap, hanem most és azonnal. Nem akarjuk azt, hogy minden utcasarkon legyen egy herbálárus. Nem akarjuk azt, hogy a gyerekeink a halálba sodródjon a designer drogoktól. Az egész országban droghelyzet van, de drogstratégia az nincs.